Nem lehetnek mollogok az olajtársaság részvényesei, hiszen pénteken jött a hideg zuhany, úgy tűnik a MOL felkészült arra, hogy megváljon az indabeli részesedésétől. Annyiban ez nem jelent újdonságot, hogy korábban a hazai kormányzati körök is jelezték ezt a szándékot, de most tartunk ott, hogy ezt írásban és mindenki számára nyilvánosan is megtette a MOL igazgatósága. Ezért arra számítunk, hogy a mai és az előttünk álló napok kereskedésében ismét satúba kerül a részvény, hiszen azzal, hogy kiesne a MOL csoportból az INA egész működése, jelentősen visszaesne az eredménytermelő képesség, és elveszne a növekedési sztori. Ráadásul még nem tudjuk, hogy a felszabadul összegeket, egyáltalán lehet erről beszélni, azokat, hogy mire és hogyan költeni a MOL csoport, ami érdemben tompítja, vagy rombolja a növekedési kilátásokat a MOL esetében.